rájöttem arra, hogy egyrészt az élet egy játék, és nem szabad ennyire komolyan venni magamat. Sziasztok! Szántó Péter vagyok, és üdvözöllek titeket egy újabb villámkérdésekben. A mai vendégem dr. Zolnai Judit, aki a MetLife-nak a vezérigazgatója. Érdekes, ahogy egymásra találtunk, illetve én nagyon régóta szerettem volna őt megkeresni, de amikor Kendeoffer Krisztinával kikerült a villámkérdésünk, akkor Judit oda kommentelt Instagramon, ami egy teljesen új generációs eszköz, semmilyen hivatalos út nem volt benne, és én ráírtam egy DM-et, egy privát üzenetet, hogy megtisztelne, hogyha eljönne és egy ilyen beszélgetésen részt venne, és igazából onnan indult el, hogy mi beszélgethessünk. Fontosnak tartom, hogy olyan sikeres embereket mutassak be, hogyha még nem találkoztunk, azt kell tudnatok a villámkérdésekről, hogy fix kérdések vannak, és erre mély átütő válaszok fognak jönni, ahol remélhetőleg jobban betekintést kaphattok abba, hogy valaki hogy érte el azt, ahol tart, és milyen döntési mechanizmusok vezérelték. Judit, kezdjük is el a beszélgetést, és egészen a gyermekkoráig mennék el. Azt szeretném megkérdezni, hogy volt-e valamilyen olyan tanács, amit kapott akár családjától, vagy valamilyen meghatározó embertől, ami mai napig végig kíséri az életében? Az első, ami így eszembe jutott, ez talán szokatlan lesz, azt a nagymamám mondta, aki azt mondta nekem, hogy megsértődni cselédszokás. És ez egy nagyon furcsa, talán akkor gyerekként értelmezhetetlen kifejezés volt, de végül is az az üzenet tulajdonképpen átjött, hogy időt, energiát pocsékolok avval, hogyha valamilyen visszajelzésre bezárok, mindig arra koncentráljak, hogy gyakorlatilag hogyan tovább, mindig a megoldás felé. És ez talán akkor kapott értelmet ez a tanács, amikor az életemben egyre több feladat érkezett, egyre komplexebb lett, és tulajdonképpen nagyon fontos volt, hogy ne érzelmileg reagáljak bizonyos dolgokra, mert az nagyon sokszor félreviszi a kommunikációt, és főleg üzleti körökben, és nyilván mondom én nőként, hogy nagyon sokszor férfiak által dominált üzleti körben gyakorlatilag egy fals képet alakított volna ki rólam. Mi volt az, amiben ebben fontos volt önnek, hogy mondjuk visszalépjen egyet, mondjuk háttérbe menjen, és ne érzelemből, hanem igenis mondjuk átnézni, ugye egy madártávlatból tudjon esetleg önmagát kivenni ebből a döntési helyzetből. Ugye ezt már a mai eszemmel éppen nem olyan régen olvastam, hogy Warren Buffettnek van egy erre a szituációra vonatkozó mondása, hogy óva itt mindenkit, hogy érzelmileg reagáljon, és szerinte az mindenképpen az üzleti döntésekben, üzleti helyzetekben, főleg befektetéseknél gyengíti az objektivitást, tehát gyengíti a teljes mértékű rálátást. Most így aztán visszatekintve az eddigi időszakaimra és életemre, megkímélt talán ez a tanács attól, hogy túlságosan sok időt töltsek avval, hogy a sejtbeimet nyalogassam, hogy túlságosan sok időt töltsek avval, hogy másokat találjak hibásnak helyzetek előidézésért, és minél hamarabb nálam van ez a egy éjszakás szabály, amit már én tettem hozzá, hogy egy nap meg van engedve, hogy mert én is emberből vagyok, meg van engedve, hogy egy adott napon, ha valami nem úgy sikerül, nem olyan visszajelzést kapok, valaki mondjuk megbánt, mert ez is előfordul, akkor aznap lehet picit úgy duzzogni magamba, de másnap, hogyha föl kell a nap és fölébredek, akkor addigra már meg kell oldanom és túl kell lennem rajta. Hogyha már visszatekintésnél tartunk, ha most találkozna a 20 éves önmagával, mit tanácsolna neki? 20 éves önmagammal találkoznék, akkor azt mondanám, hogy menjen külföldre egy kicsit. Amikor én 20 éves voltam, akkor nyiladozott a világ, és nyíltak a lehetőségek, de családi kötelezettségeknél fogva, illetőleg egyetemi tanulmányaimnál fogva, egyetlen egyszer, egy 10 hónapos időszakra mentem az egyetemi évek alatt külföldre, és talán azt gondolom, hogy ez az az egy dolog, amit így utólag, ha újra rendezhetném az élet forgatókönyvét, akkor ezt illeszteném bele, egyébként semmi más nem cserélnék ki. Ugorjunk 10 évet, hogyha 30 éves önmagával találkozna, mit mondana? Milyen tanácsot?
30 éves önmagammal találkoznék, akkor 30 évesen pont előtte álltam a második és a harmadik gyerekem születésének, akik elég gyorsan jöttek egymásba, és egyben egy komoly ugrást tudtam tenni a karrieremben, hiszen akkor neveztek ki vezérigazgató helyettesnek, mondhatni fiatalon. Most azt mondom, hogy talán egy picit, nem is az, hogy kevesebbet dolgozni, és egy hangyányit jobban ügyelni az egyensúlyra az életembe, de mert hogy nem tudom azt megítélni, hogyha nem ezt tettem volna, akkor ugyanez következett volna be. De az az egy biztos, hogy egy nagyon-nagyon impulzív időszaka volt az életemnek, és aztán később, pár évvel később jött az ki, hogy az nagyon kell, hogy az ember a rendszerbe ne vesszen el, tehát saját önmagát ne adja föl, és önmagára is legyen ideje. Van valamilyen gondolat vagy idézet, ami mentén éli az életét? Az idézeteket nagyon szeretem, de mindig egy adott életszakaszhoz találok egy olyat, ami nagyon passzol és stimmel. A legfontosabb feladatom, hogy önmagamat megismerjem. Ez egy fantasztikus és izgalmas utazás, hiszen egyrészt fejlődik az ember. Mindig igyekeztem megtalálni azt, hogy tulajdonképpen ki vagyok én, miért vagyok én itt a világban, mi az én feladatom, mitől tudok én értéket teremteni. Talán ez az élet értelme azon belül az önazonosság, az önmagam megismerése és a folytonosság biztos. Van olyan dolog, ami mondjuk gyakran megtörténik önnel, és furcsája, valami furcsa dolog, hogy miért történik az meg? Azon dolgozom én is, ez egy nagyon nehéz feladat, hogy azt megértsem, hogy amit én önmagammal szemben elvárok, azt nem szabad másokkal szemben 100%-osan elvárásként támasztanom, hogy ez elég jó is jó nagyon sok esetben. Egy nagyon komplex, mondhatom azt nyugodtan, hogy meglehetősen túlhajszolt üzleti világban dolgozom. És ezért, hogyha az ember megtalálja azt a jó egyensúlyt, hogy mindig egy picit fejlődök, és a környezetemet is igyekszem el felé terelgetni, inspirálni, lendíteni, hogy ők is önmagukhoz képest fejlődjenek, ne legyen olyan hajszolás és folyamatos elégedetlenség, hogy valamit nem tudok elérni, és ezáltal egy olyan helyzetet teremtek, vagy támogatok, vagy segítek elő, amiben frusztrációk keletkeznek. Judit, van valami, amit cikinek érez önmagában? Cikinek érzek önmagamban? Azt próbálom megtalálni, hogy hogyan tudok én folyamatosan megújulni. És akkor vannak talán olyan időpillanatok, mikor azt érzem, hogy egy kicsit, mint amikor talán erős alsó, de ugye amikor a kígyó ugye rendszeresen vedlik, és akkor éppen még rajta van, már jön le róla, aztán már látszik az új. Tehát nekem is vannak ilyen szakaszaim, akár külső megjelenésben, akár belső gondolataimban, fókuszomban. Vannak ilyen szakaszok, szerintem kell is ez ilyenkor. Na, amikor ez a éppen még rajtam van, már éppen csúszik le, akkor érzem azt, hogy már elhagynám ezt. Talán, hogyha ezt a cikkinek megfelelőnek lehet értelmezni, akkor ez az időszak. Szerencsére egyébként is nyitott vagyok a változásokra, az újdonságokra, sőt, kicsit ilyen trendvadász is vagyok, meg ebből a szempontból keresem is, hogy a világban milyen trendek vannak, és hogy a környezetemben hogyan tudom őket adaptálni. És ez az utolsó téma még, amit itt megemlítenék, például ez az energia a leadershipben, a vezetésben, ez is egy nagyon új tendencia, hogy a high-performing teamnek az alapja az, hogy jók legyenek az energiák, és hogy ezen nekünk vezetőknek kell folyamatosan azt tenni. Amivel én egyszerűen nagyon-nagyon szemléletes példát tudok mondani, volt egy vidéki rendezvényünk, és a vidéki rendezvényt megelőzően este volt egy ilyen buli. És én nem tudom, hogy nem jellemző rám, de másnap iszonyú fejfájásra keltem, nem kell arra gondolni, hogy rengeteg alkoholt ittam, de valahogy úgy alakult, hogy frontok vagy van fejfájás, és nem vettem be időbe a gyógyszert, és amikor ugye megszólítottam ott a kollégákat, akik ott ültek, és figyeltek, és ritka lehetőség, hogy személyesen ebben a csapattal találkozom, azt látták, hogy enervált vagyok, hogy nem vagyok a toppon, és természetesen elmondom, amit el kellett mondani, és hogy végeztem, és a szünetbe kimentem, és az egyik kollégám oda lépett hozzám, és azt mondta, hogy ő tisztel engem, és becsül, de azt szeretné javasolni nekem abszolút barátilag, hogy ha legközelebb ilyen állapotban vagyok, akkor inkább ne szólaljak föl. És bennem megfagyott
a leellet, hogy Atya Isten, és aztán ő föloldotta ezt, hogy ezt ő azért mondja, mert hogy sajnál, tehát látszott rajtam, hogy nem olyan vagyok, mint amilyen vagyok, és a mai napig minden alkalommal eszembe jutott ez és rettenetesen örülök annak, hogy vannak ilyen kollégáim, akik oda mernek lépni, és ezt tudják mondani, hogy figyelj Judit, ezt most tedd el magad holnapra, de ez így nem lesz jó. Tehát nagyon fontos az energiaszint, nagyon fontos az, hogyha, mert mindenki ember, hogyha nem vagyunk azon a szinten, akkor megtaláljuk a módját, hogy energetizáljuk önmagunkat is, mert akkor tudunk átadni. Van olyan tanács, amit hall a világban, hogy nagyon sokat adják, kapják az emberek, de ami szerint egy óriási marhaság? Nem szeretek ítélkezni. Tehát honnan lehet azt tudni, hogy annak, akik adja, és hisz benne, és segített. Tehát én azt mondanám, hogy nem ítélkezek, nincsen ilyen. Nagyon ritkán van olyan, hogy azt mondom, hogy én efelé nem vagyok nyitott, de akkor sem mondok véleményt, meg nem ítélkezek. Azt is azt hiszem, nagyapám mondta mindig, hogy ez a jó Isten dolga, azt nem az embereknek találták ki. Megfordítom a kérdést. Van-e olyan dolog, amiben ön hisz, tudja, hogy úgy van, de nem tudja, vagy nehezen tudja csak bizonyítani? Hát ez a megérzésekkel kapcsolatos. Tehát nagyon sokszor van az, hogy egyszerűen megérzek valamit, és arra alapozom a döntést. És nagyon sokszor megkérdezik, hogy de miért? Tehát, hogy abban a világban, főleg ahol én dolgozom a pénzügyekben, a döntés előkészítéseknél, az indoklásnál statisztika, számok, üzleti, korábbi eredmények összesítése, az, amit üzleti tervben vagy business case-ben egy indoklásról beteszünk. És van olyan, amikor egyszerűen annyira hiszek valamiben, annyira tudom, érzem, hogy ez működni fog. Tehát ez egy olyan dolog, amiben én hiszek, engem erősít, ezt tanultam meg, de amikor bizonyítanom kell, akkor nyilván abban kell, arra kell koncentrálnom, akit meg kell, hogy győzzek, az ő típusán, a kommunikációnak megfelelő eszközt kell használnom. Tehát ez már egy ilyen finomságok, de talán itt van a legtöbb gondom, mert hogy én annyira mondanám, és annyira érzem, és nem értem, hogy ő miért nincs velem, miért nem lelkes, hát már látom a bevételt belőle. Mi az, amitől izgalomba jön? Az innováció, az újdonságok. Tehát minden olyan, ami egy picit, most már, hogy jobban ismerem magamat, tudom, hogy én mi az erősségem, és hol vagyok, hol van az a pont, amikor már biztos, hogy valamelyik kollégámnak kell, hogy átadjam a dolgot, és ez az, amikor a mindennapi működtetésben én már elvesztem az érdeklődésemet. Mindent meg tudok oldani, ha természetesen arra van szükség, de tudom, hogy vannak olyan kollégáim, akik sokkal jobbak a napi működtetésben. És esténként, hétvégenként milyen szenvedélyeknek él? Volt, ugye nagyapámnak nagyon sok jó mondása volt, és nagyon sok olyan dologra emlékszem vissza, amit ő tanácsolt. Ő például azt mondta, hogy ne feküdj le soha úgy, hogy nem olvasol valamit. Tehát nekem az éjjeli szekrényemen vannak a könyvek, a folyóiratok, a magazinok, és sokszor nincsen sok időm, meg már nagyon fáradt vagyok, de mindig belelapozok valamibe, és jellemzően egyszerre több dolgot is olvasok. Tehát ez az, amit csinálok. Aztán hát nekem 3 fiam van, úgyhogy ilyen értelemben igyekszem velük is amennyi időt csak tudok tölteni a szabadidőmben. Van egy labrador kutyusunk is, úgyhogy vele is öröm, hogyha el tudok menni. Ami pedig a legfontosabb az én időmben, az a mozgás, az a sport. Mik voltak azok a fő döntési pontok az életében, ami által oda jutott, ahol ma tart? Nagyon fontos döntési pont volt az, hogy én szegedi lány vagyok, hogy eldöntöttem, és úgy is alakítottam az életemet, illetőleg úgy alakult a sorsom, hogy Budapestre kerültem, itt végeztem az egyetemet, és itt indult el a karrierem. Azt gondolom, hogy nyilván több lehetőség volt itt már akkor is, mint Szegeden. Aztán nagyon fontos volt az is, hogy ahogy említettem, az első munka lehetőségemnél 2 ajánlatom volt. Az egyik egy működő nagy kereskedelmi bank jogi osztályán 24. kezdő jogászként kezdhettem el volna dolgozni, vagy egy akkor induló üzletág,
a nyugdíjpénztár jogászaként indulhattam el, és én ebb utóbbit választottam. Azt éreztem, hogy nagyobb lehetőségem van egy új területen újdonsággal foglalkozni, és picit magam taposni az utat. Nekem a szabadság nagyon fontos a munkámban, az életemben. Aztán a nagyon jó döntés volt, hogy 3 gyereket szültem, annak ellenére, hogy mindig nagyon szerettem dolgozni, és igyekeztem, hogy mind magam alkalmas, képes legyek, hogy ezt bebizonyítsam a környezetemnek is, hogyha bíznak ebbe bennem, támogatnak a akkori főnököm és munkatársaim, hogyha ebben a helyzetben én megtettem mind a kettőt, hogy nem kell választanom, hanem a kettőt együtt tudom összeszervezni, megszervezni, akkor én ebben nem fog visszaélni, sőt, ez egy jó befektetés lesz belém a cég részéről. És hát végül, de nem utolsó sorban, nagyon jó döntésnek bizonyult, hogy eljutottam odáig, hogy 4 évvel ezelőtt önmagamnak először ki tudtam mondani, hogy mi a következő karrier ambícióm, hogy én a céget szeretném vezetni. Van olyan kudarc az ön életében, hogy visszatekint, ami akkor nagyon fájt, de utólag teljesen logikus és kellett is. Versenyző alkat vagyok, szeretek versenyezni, kifejezetten jól esik a versenyszituáció, és hát nyilván nem elsőként kerülök ki egy választásból, akkor azt nekem meg kell értenem, hogy mit kell legközelebb tennem. És utána akkor indult el ez a gondolkodás, hogy vajon mi volt ebben az én szerepem. Aztán nagyon fontos volt, hogy kértem és kaptam visszajelzést annak a vállalatnak a HR vezetője, kitüntetett avval, hogy leült velem egy kávéra, és elmondta, hogy ő hogy látta ezt az egész helyzetet, abban is rengeteget tanultam, nagyon hálás vagyok neki, nagyon ritka az ilyen. Egyszerűen az volt a visszajelzés, hogy lazábbnak kellene lennem. Rájöttem arra, hogy egyrészt az élet egy játék, és nem szabad ennyire komolyan venni magamat. De szerintem ez egy életkori sajátosság is. Tehát, hogyha bárkinek ez számít, mindenkinek azt tudom mondani, főleg ebből a konkrét példával, hogy a visszajelzés az élet egyik legnagyobb ajándéka ahhoz, hogy fejlődjünk. Mi volt az eddigi legjobb befektetése? A gyerekeim. És mondjuk 20.000 forint alatt? 20.000 forint alatt egy kitűző, egy bros. Ha van egy eye-catching dolog rajtunk, akkor az rögtön el tud indítani egy beszélgetést. Ebből a szempontból én mindig akkor szoktam feltenni, mikor valami olyan konferencián hívnak előadónak, ahol jellemzően megnézem, hogy hát nagyon kevés a hölgy előadóknak a száma, és próbálok ebben is ilyen csendes üzenetet megfogalmazni, hogy szeretném támogatni a nőket abban, hogy bátrabbak legyenek, mert hogy minden nőnek van a lehetősége, és fantasztikusan tehetségesek. Szerintem amiben még fejlődnünk kell, az a bátorság, hogy merjük azt vállalni, hogy mind a munkában, mind a magánéletünkben lehetnek céljaink. Ha egy óriás plakátot bárhova elhelyezhetne, és bármit írhatna rá, akkor hova helyezni és mit írna rá? Hát ide az iroda elé helyezném, és azt írnám rá, hogy jó reggelt, mert life. Mert hogy minden alkalommal szerintem, hogyha a napot a kollégáim jól kezdik, és egy mosolygó arc, vagy valami vidámság lenne rajta, akkor segítene azt, amiben egyébként is hiszek. De mivel nem tudok mindenkivel minden nap találkozni, talán üzenni azt, amivel általában minden all staffot, vagy minden találkozót szoktam indítani. Tényleg az energiákról szólna, és az, hogy mindenki, aki velünk tart, aki bennünket kedvel, akár ügyfélként, akár munkatársként, akár partnerként, az egy közösség részeként érezze magát. Ezt akár nem is olyan nehéz kivitelezni. Nem. Van olyan könyv, amit sokat ajándékoz? Most a legutóbb karácsonykor azt vettem észre, hogy nagyon-nagyon sok embernek vettem meg, és mert magam is nagyon élveztem Barabási Albert Lászlónak a Siker könyvét. Hát nagyon jó a téma, nagyon-nagyon jó a címválasztás, és nekem maga a sztorim, ahogy föl van építve, nagyon tetszett, hogy választott egy országot, nyilván Magyarországot, és itt
gyakorlatilag nagyon rövid időn belül egy bestsellerré avanzsált a könyv, és ezután megy majd Amerikába. Tehát bizniszmodellként is izgalmas és érdekes. És hát nyilván én, aki javarészt avval töltöm a mindennapjaimat, hogy a környezetemben élő kollégákat szeretném látni, hogy még eredményesebbek, még sikeresebbek, nyilván érdekel, hogy mit lehet elvinni. Úgyhogy nagyon örültem neki, hogy nagyon sok kollégám azóta azt a visszajelzést adta, hogy egy kiváló ajándék volt, és az ünnepek alatt sokan el is olvasták. Jó. Van reggeli rutinja? Hogy néz ki mondjuk az első 30-60 perce a reggelének? Én nagyon hiszek a rutinban. Nem mondom azt, hogy szerettem feltétlenül, tehát hogyha egy-két napot meg tudok magamnak engedni egy hónapban, amikor fölrúgom, az nagyon izgalmas és jó. De korán kelek, jellemzően 6-kor csörög a telefonom, és nyilván kávé, gyerekeknek elkészítem a reggelét. Mindig benne van az, hogy főleg ilyenkor télen, amikor beengedjük a bárnit, a kutyusunkat, hogy kicsit megdögönyözöm, hogy ő az az első, aki föl kell velem, és ott van velem a konyhába. És aztán beindul a rutin, nyilván nógatni kell a srácokat, hogy fölkeljenek, induljunk, készülődök, öltözködöm, tehát gyakorlatilag avval jár az idő. Aztán hetente 3-szor reggel sportolok, és akkor ilyenkor egy kicsit korábban is indítom a napot. Nagyon fontos ez számomra, mert azt vettem észre, hogy a reggelre tudom a legjobban beilleszteni, és energetizáltabb is lesz a napom ezáltal. Tulajdonképpen onnantól kezdve kocsi, iskolánál kiszállnak, metrónál kiszállnak, és onnantól kezdve már az első telefonok elindulnak. Ilyenkor még nagyon igyekszem, hogy a legjobb barátnőmmel, ha tudok, akkor beszéljünk telefonon, és akkor, amikor beérkezem, akkor már teljesen arra munkámra tudok koncentrálni. E-mailezési trükkök, bármi tuti hack, hogy kell e-mailezni? Mielőtt, tehát nagyon-nagyon igyekszem reggel nem nézni az e-mailt. A reggel megnézem legfeljebb a social médiát, megnézem, ha nagyon valami a social médián keresztül fogyasztom a híreket is, de nem nézem a hivatalos e-maileket. Este muszáj, mert van egy ilyen szabályom, hogy úgy nem fekszem le, hogy nem nézem át az aznapi e-maileket. Lehet, hogy nem válaszolok rögtön rá, de mindenképpen vagy forwardom a megfelelő kollégámnak, vagy beteszem egy notesba, vagy teszek hozzá egy megjegyzést, hogy mikor akarom újra elővenni. A CC-ben kapott leveleket legtöbbször, megmondom őszintén, ki se nyitom, mert hogyha valaki CC-be kap egy levelet, akkor valószínűleg csak valami információ van benne, és hogyha az igazán fontos, akkor az, aki címzetként kapta meg, úgyis meg fog engem keresni. Ha minden erőforrása rendelkezésére állna, és bármit megtehetne, mihez kezdene? Biztos, hogy a gyerekeken és a kutyákon próbálnék meg a lehetőségeimhez mérten segíteni. Nyilván a kutya az rendkívül egyszerű, hogy miért. Gyerekkoromban is volt kutyám, most is van kutyánk, és én azt gondolom, hogy egy óriási érzelmi és lelki plusz az, hogyha az embernek egy ilyen állatka van az életében. A gyerekeken meg egyszerűen azért, mert ővék a jövő, és azt látom, hogy az ebben az igazságtalan, de hát az élet már csak ilyen, hogy azok között, a gyerekek között, akik esetleg nem jutnak annyi lehetőséghez, mint mondjuk más gyerek, ugyanannyi tehetséges van. És hogyha őket lehetőséghez juttatjuk, akkor ők talán még jobban élnek a lehetőséggel, pontosan ebből a motivációból fakadóan. Legutóbb itt a Ronaldóról olvastam egy cikket, ugye az ő életéről, és hogy valószínűleg nem tartana ott, nyilván tehetség, számos más dolog hozzá tartozik, de valószínűleg nem tartana ott, ahol, hogyha nem egy olyan viszonylag hátrányos helyzetből indul, ahol azt tanulta meg, hogy a teljesítmény, amit beletesz a munkájába, avval ő tényleg impaktot válthat ki. Én ebben nagyon hiszek, én is vidékről származom, és lehet, hogy nem tudom, 12 évesen, hogyha valaki megismer, akkor nem tett volna rá egy Lukas Garassá, hogy mi most itt beszélgetünk. Ez egy gyönyörű záró gondolat volt. Judit, köszönöm szépen a beszélgetést. Nektek köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Hogyha most találkoztunk először és tetszett, akkor kérlek iratkozzatok fel, a csengőre is nyomjatok rá. És kezdjünk el egy beszélgetést, kommentbe írjátok meg, hogyha még bármilyen gondolatotok vagy kérdésetek van. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok!